kívülről úgy tűnik, sikerélmények hiányában önbizalom nélküli, hitehagyott társaságot vett át a szekszárdi UFC új edzője, a második csapattól válsághelyzetben fölhozott tréner Vizsdár Zsolt. Elég nagy baj mostanság az UFC-nél. 3 győzelemmel, 4 döntetlenmel és immáron 9 vereséggel a 18. abszolút kieső helyre esett vissza a sárga-fekete alakulat az NB3 20 csapatos mezőnyében 15 fordulót követően. És érkezett a következőben az Újpest 2 szekszárra, amely 7 ponttal gyűjtött eddig többet náluk, amely a patinás klub ifjeiből építkezve rutinos visszajátszók nélkül eléggé rapszódikusan szerepel, és a fővárosi nagyok NB3-ban szereplő második csapatai közül a leginkább verhetőnek tűnnek az alsóházban a kiesés elől menekülők számára is. Látszott az UFC-sek igyekezetén a hétközi Vizsdár Zsolti fejmosás, a csapat jó néhány játékosának hozzáállását, minden mindegy szemléletét pécézték ki a vezetők, kilátásba helyezve büntetéseket is. Vizsdár, az új NB3-as edző, nemrégiben még aktív, az Újpestet is megjárt szekszárdi játékos, első lépésben személyes beszélgetések pedagógiáját alkalmazta, aminek jótékony hatása, lenyomata már ott volt a pályán az Újpest ellen. Ütköztek, rohantak, becsúsztak a sárgák, így nem érhette szó a ház elejét, a meccsre kilátogató cirka 150 néző részéről, akiknek azért volt, lehetett hiányérzete, hogy nem igazán akadt a kiegyenlített küzdelemben gólhelyzete az UFC-nek, igaz, az ellenfél sem jeleskedett ezen a téren. De mégis tegyük hozzá, érdemtelenül a lilák tettek szert egy gólos előnyre a félidőben, mi másból is, mint egy befújható 11-esből szerzett góllal, 1-0 az vendégcsapatnak. Azért a jelenlegi állapotában is van az UFC-ben spiritus, erről tanúskodott a második játékrész. Majd felbillent ugyanis az Újpest térfele, annyira nyomtak a hazai szekszárdiak. Fél tucatnyi 10-11 méterről leadható lövés a részükről, de valahogy nem tudott megszületni az egyenlítő gól. Míg az első számú gólfelelős, a még nem 100%-os állapotban levő Fejes Péter megoldásaiból sem rezzent az ellenfél kapuja. A 64. percig, ekkor egy 11-est és vele együtt egy második sárgalapos kiállítást is összehozott a hátul sokszor összezavarható Újpest 2. És persze, hogy Fejes Péter végezte el a büntetőt, tőle megszokott módon már is X-re állt a meccs, 1-1. Szó se róla, várta a minim publikum az újabb rohamokat vele együtt, hogy valaki bepréseli a 3 pontot érő szekszárdi győztes gólt. De ezek, teljességgel elmondható az utolsó negyed órára, hiányoztak. Feltehetően, mert többen is elfáradtak a Vizsdár csapatból, hiába játszottak emberelőnyben, ekkor az ellenfél néhány játékosának újra töltekezésből feltámadt, és akár elvihették volna helyzeteik alapján a hajrában mindhárom pontot. A sors igazságot szolgáltatott azzal, hogy egy-egyes döntetlennel zárult a találkozó. Vizsdár Zsolt elégedett volt, meg nem is. Megmondom őszintén, hogy amikor én bementem kedden az öltözőbe, én ezt rögtön az elején elmondtam, és nekem nem volt problémám a srácokat. Tehát mindenki oda tette magát, csinálta. Nem kell, tehát megértették, hogy én mit akarok, mit képviselek, és nekem nem volt problémám a motivációval, se ma, se a heti munkába. Tehát abba kell belerúgni, meg az kell megütni, idézőjelesen megütni, aki nem dolgozik. Aki dolgozik, és beáll a sorba, csinálja, az a nincs semmi probléma. Az egyéni hibákra, ugye arra senki nem tud felkészülni, úgyhogy azt, hogy hát próbáljuk stabilizálni a védekezésünket, és következő az, hogy a helyzeteket gólra váltsuk. Látszik az NB3 középcsoportjában, hogy a szekszárdi UFC játékos állománya bizony kevés ahhoz, hogy stabil középcsapattá váljon ebben a felülről érkező NB1-es, sok NB2-es játékossal teli mezőnyben. Az UFC elnöke ennek ellenére azt viszont mindenképpen elvárja, hogy a mostani keret
generális téli erősítés nélkül, mert erre nem futja a büdzséből, jöjjön ki a veszélyzónából, és gondmentes tavaszi idény produkálva simán maradjon bent az NB3-ban. Kárpáti Zoltán nem elsősorban motivációs problémákat lát abban, hogy a mélyrepülés következtében a 18. helyen áll, mi több, szerénykedik a csapat, sokkal inkább szervezetlenséget, az egységes csapatjáték hiányát, ami a korábbi sikeredző DNS Pál felállításához vezetett. Talán azt láttam, hogy nem egy csapatként léptünk fel, és nem úgy mozogtunk, mint ahogy kellett volna. Illetve talán az is lehet, hogy a korábbi vezetőedző DNS Pali személyében lehet, hogy már előbb kellett volna váltanunk. Picit úgy éreztem a Palinál múlt héten is 3-0-nál, hogy mintha talán elengedte volna ezt a dolgot. Ami őrá nem jellemző. Hogy vannak-e belső problémáink, illetve ahogy említetted, hogy egy folyamatosan évről évre erősödő verseny van az NB3-ban, amivel nagyon nehéz Szekszárd szinten, szekszárdi utánpótlás nevelő klubként tartani a kapcsolatot. Sokat beszélgettünk a Haraszti Zsoltival, ugye Paks ügyvezetőjével. Nagyjából hasonló helyzetben vagyunk mi NB3-ban, mint ahogy ők az NB1-be, hogy a versenytársakhoz képest sokkal szolidabb költségvetéssel dolgozunk, illetve ők is meghúzták azt a dolgot, hogy külföldi játékost nem alkalmazva szeretnének bennmaradni, és egyedülálló csapatként. Én azt gondolom, mi pedig Szekszárdon a szekszárdi utánpótlás játékosokat előtérbe helyezve, és a szekszárdiakat és szekszárd környékbelieket előtérbe helyezve, aminek részben gazdasági, részben pedig a klub identitásából, filozófiájából adódó erkölcsi kötelesség ez, illetve döntésünk. Hát ebből adódóan azért látszik, hogy vannak néha problémák. Egyébként én a keretet nem látom problémásnak, jobban inkább azt látom, mint ahogy itt az előző interjúban Zsolt is megemlítette, illetve ami a héten ugye a több médiában is, amit a Zsolt elmondott, fejekbe kéne rendet tenni, ha edzés van, akkor félre kell tudni tenni mást is, nem csak azért, mert hogy a játékosok kapnak pénzt azért, mert itt futballoznak, hanem egyszerűen azért, mert bajba vagyunk, és most, hogyha nem fogunk össze, akkor baj lesz a vége. A pontgyűjtést és a felzárkózást legközelebb a sereghajtó 20. mindössze eddig 3 pontot szerző és még nyeretlen Majos ellen kell megkezdeni a 17. fordulóban a megint bajban lévő szekszárdi UFC-nek.